Kedves nézőink, pénteken nyitotta meg irodáját ajkán az Otthon Centrum, a következőkben erről számolunk be önöknek. Üdvözlök mindenkit a Ajka iroda nyitásánál. Végre elégedett ez a nap, hogy már elég régóta terveztük. Reméljük, hogy az ajkaiak megfejezhetnek az irodát és életükben járnak ide. Irodát nyitott ajkán az Otthon Centrum. Mennyire volt ismert eddig a megyében? Az Otthon Centrum, mivel képviselteti magát már három helyszínen, Veszprémben, Pápán és Balatonfüreden, ezért ismerték az emberek, de ajkán még nem volt iroda korábban. Ez pedig azért vált szükségessé, mert egy éve a Veszprémi Központi Irodából irányítottan ténykedés már folyt itt ajkán és környékén. És az előzmények alapján, tehát a korábbi statisztikai kimutatások alapján, hogy milyen igény van az ingatlanok adására, vételére, illetve az előrejelzések alapján döntöttünk úgy, hogy itt érdemes nyitni egy irodát. Az üzleti lehetőséget látva benne természetesen, de hát emellett meg a másik legfontosabb cél az, hogy azt a szolgáltatási palettát, amit már jól bevezetett módon Veszprémben és az említett két településen a lakosság elé tártunk, azt itt ajkán is fel tudjuk kínálni a lakosságnak. És hát mivel ilyen kapcsolat már volt az Otthon Centrummal az itt élők között is, annyival bővül ez a kínálat, hogy ebben a szép, újonnan nyílt irodában is most már el tudják rendezni az ilyen jellegű ügyeiket. Várjuk is ide szeretettel a lakosokat, azokat, akik ingatlan eladása, vásárlása kapcsán szakemberi segítségre vágynak. Ezt itt megkapják mostantól a Szabadságtér 8 szám alatt a hotel hátsó frontjából megközelítve. Az ingatlan forgalmazáson kívül is széles a szolgáltatások palettája. Melyek ezek? Foglalkozunk hitel folyósítással is. Na nem mi konkrétan, hanem megvannak a társ kapcsolataink, akik erre szakavatott módon tudnak segítséget nyújtani. De a biztosítások terén is tudunk segítséget biztosítani, hogy ezzel a szép képpel éljek. De ezen túlmenően, ha netán, és ez azért előfordul sajnos, valamelyik ügyfélnek devizahitelből származó problémái fakadnak, akkor erre is a megfelelő megoldást tudjuk nyújtani. Azon túlmenően pedig, mivel jellemzően használt ingatlanok vásárlásáról van szó, ezért, ha felújítási, átalakítási, tehát szakipari munkák merülnek fel, abban az esetben is a megfelelő szakemberhez tudjuk irányítani, hiszen ezekkel a kapcsolatokkal is rendelkezünk. Lényegében állítható, hogy ha valaki egy ingatlant el kíván adni, és más valaki meg akarja vásárolni, akkor számukra minden olyan igényt ki tudunk elégíteni, ami egy gördülékeny ügymenetet eredményez. Kvázi levesszük azt a terhet a ügyfél válláról, ami mind szakemberi támogatás, segítséget igényel ahhoz, hogy ez kellőképpen gördülékenyen megoldódjon. Mennyibe kerülnek az Otthon Centrum által kínált szolgáltatások? Ugye többféle szerződés típus tudunk kínálni, hiszen különböző ügyféligények jelennek meg. Ennek megfelelően ezek a szolgáltatások, hogyha csak az alapszolgáltatást veszük, ami az ingatlan közvetítésre vonatkozik, akkor szerződés típustól függ. Ennek a mértéke 1,8% és 5% közötti sikerdíjat jelent egy sikeres tranzakció esetén. Merem állítani, hiszen a piacra azért kellő rátekintésem van most már, hogy egy jó ideig serénykedem ezen a területen, hogy ennél szerényebb mértékű sikerdíjat máshol nem találnak, de gyorsan hozzáteszem, hogy mindez párosul azzal a szolgáltatási színvonallal, amelyet itt már részben említettem, másrészt pedig megtapasztalat mindaz, aki ide betér, aki fölveszi a kapcsolatot velünk, vagy akivel munkatársaink föl fogják majd venni a kapcsolatot. Ebből fakadóan a társult szolgáltatások, és amit emlegettem, például az ügyvédi támogatást tudjuk nyújtani, hitelfolyósításban tudunk segíteni, és még néhány olyan elem, amely hasznos lehet az ilyen ingatlan adásvétel kapcsán, azok is mind a társ szolgáltatók által kínált költséget jelentik az ügyfeleknek. Ezek átlagköltségek, azt kell mondanom. Ami kifejezetten az ingatlan közvetítésre vonatkozik, az pedig megismétlem még egyszer, az 1,8%-tól egészen 5%-ig terjedő mértékű sikerdíj, függően attól, hogy az ügyfél milyen szerződés típusban gondolkozik. Annyit hozzáteszek még,
hogy mi egyéb szolgáltatással tudjuk segíteni az ide betérőt azon túl, mint amit a mai világban bárki meg tud tenni. Konkrétan az, hogy egy internet alapú információs világban gondolom én azt el akarom adni a panellakásomat, másfél szobás, harmadik emeleti, és földobom valamelyik internetes felületre, és akkor majd várom a vevőt. A statisztikai adatok szerint itt Ajkán, egészen konkrétan, 132 napba kerül, amíg egy lakás tulajdonos átlagban el tudja adni az ingatlanát. Az otthoncentrum segítségével ugyanez 79 napra csökkenhet le, 79-82 nap között változik. Vagyis, hogyha valakinek ez fontos, hogy mielőbb pénzéhez jusson, akkor már egy érv, hogy miért érdemes idehoznia azt az ingatlant, amelyet szeretne értékesíteni. Ezen túlmenően otthoncentrum lévén, ugye említettem, hogy 160 irodával rendelkezünk országos szinten, van egy hatalmas vevő adatbázisunk. A vevő adatbázisból már is a keresési igények alapján hozzá tudjuk párosítani az eladandó ingatlanhoz azon vásárlókat, akik potenciális vevőkké válhatnak rögtön, hiszen ebben az adatbázisban kizárólag olyanok szerepelnek, akik valóban a leadott keresési igényeik alapján leinformálható módon fizetőképes keresőként jelennek meg a piacon. Levesszük azt a terhet az ügyfél válláról, hogy amikor ő meghirdet egy lakást, házat, akkor ne kelljen bárkit ellenőrizetlenül beengedni a lakásába, hiszen egy olyan világban élünk, hogy fontos, tudjuk ki az, aki beérkezik, és milyen szándékkal. Az otthoncentrum ingatlan iroda színeiben ezt az leinformáltságot mindenképpen megtesszük az adott vevő ügyfél részéről, és csak és kizárólag olyas valakit engedünk be az adott ingatlanba, akiről tudjuk, hogy kicsoda, milyen szándékkal érkezik, mennyire fizetőképes. Tehát azt a nyűgött terhet, hogy turisták jönnek, mennek, nézelődők, érdeklődők, keresgélnek, bosszantanak, szintén le tudjuk venni az ügyfél válláról. Nem egy elhanyagolható tényező, nagyon sokan erről hajlamosak megfeledkezni, akkor szembesülnek vele, amikor kétségbeesve másfél-két éves szenvedés után mégiscsak az irodánk szolgáltatásait igénybe véve kiderül, hogy ezt egy-két hónap alatt is el lehet szakszerűen rendezni. Milyen nyitvatartási időben várják az érdeklődőket, illetve itt az irodán kívül még hol lehet és mikor lehet önöket elérni? A nyitvatartási idő az 9 és 16 óra között működik, mégpedig hétköznapokon, tehát akkor ebbe az irodába be lehet térni. Ám mivel az ingatlan közvetítői tevékenység az nem csak erre az időszakra korlátozódik, hiszen nagymértékű rugalmasságot kíván munkatársaimtól ez a folyamat. Gondoljon bele, hogy sokan vannak, akik változó műszakban dolgoznak, és mégis ilyen fába vágják a fejszíjüket, akkor előfordul bizony, hogy ezen nyitvatartási időn túl is köttetik itt egy vételi ajánlat, vagy éppen adásvételi szerződés, úgyhogy kellő rugalmassággal kell ezt kezelni, de ide hivatalosan az irodába ezen időszakban tudnak betérni az ügyfeleink. Egyéb elérhetőségek pedig, elmondok egy nevet és telefonszámot, hadd hangozzék el, nagyon sokan úgy is ismerik egyébként az illetőt, hiszen ahogy említettem, már egy év azért itt serénykedik a környéken, és hát helyi kötődési fiatalemberről lévén szó. Ő az, aki most jelenleg alaptagként az iroda működését elindítja, és hozzátársul a másik három kolléga, akit már beharangoztam. Ő Ferenci Antal, bátran lehet keresni, kellően felvértezett tudással rendelkezik. Az ő telefonszáma az pedig 70-es 45 45 113, még egyszer, hogy könnyű legyen megjegyezni, 0670 45 45 113. Annyit hozzáfűzök, hogy amikor szakmailag eldöntöttük azt, hogy helye van itt Ajkán egy ilyen irodanyitásnak, azon túl, mint amit a számok tükréből nézegettünk és előrejelzésként megvalósíthatónak tartottunk. Azért számba vettük azt a tényt, hogy az előbb említett fiatalember az otthoncentrum hálózatán belül, jelenleg 160 irodával rendelkezik egyébként ez az otthoncentrum hálózat, tendenciózusan hónapról hónapra az öt legsikeresebb szaktanácsadó közé tartozik. Tehát a munka minősége és színvonala az, ami még megerősített minket abban, és garancia erre az említett Ferenci Antal, hogy itt a környéken az a színvonalú szolgáltatás lép életbe, amit egyébként már Veszprémben, Balatonfüreden vagy épp Pápán is megszokhattak a megyebeliek.